Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2020. augusztus 12-én este 7:30-kor. Hagyományosan indulhat az iskola, a kormány a normál menetrend szerint tervezi a tanévet. Kalocsai és újteleki alkotók munkái láthatóak a fővárosban. A Magyar Kézművességért Alapítvány a Dunapalotában nyílt meg. Újabb asztali tenisz siker, ezúttal Lajos Mizsén remekeltek a fiatalok. A tankönyvek már megérkeztek az iskolába, és eddig úgy tűnik, kedvező a koronavírus járvány hazai alakulása is, ezért a kormány szerint nem indokolt a hagyományos oktatást a digitálissal helyettesíteni szeptembertől. Jelen állás szerint normál menetrendben tervezik a tanévet indítani. Az EMMI tájékoztatása szerint a koronavírus járvány magyarországi alakulása kedvező, ezért normál menetrend szerint tervezik a tanévet. Azonban a környező országokban növekvő fertőzés számok mindenképpen óvatosságra intenek, emiatt az érintett hatóságok és szervezetek folyamatosan értékelik a helyzetet, és szükség esetén meghozzák a megfelelő döntéseket. Az már biztos, hogy az iskolák protokollt fognak kapni a járvány elleni védekezést segítő teendőkről, valamint az is biztos, hogy a tavaszi digitális munkarendben gyűjtött tapasztalatokat és eredményeket az elemzések és szakmai egyeztetéseket követően a hagyományos iskola rend keretében is alkalmazni fogják. A 2020-2021-es tanév első tanítási napja 2020. szeptember 1-e kedd, az utolsó pedig 2021. június 15-e. Mint arról már korábban beszámoltunk, a tankönyvek már az iskolákban vannak, amihez ebben a tanévben minden diák ingyenesen jut majd hozzá. Ez a kormány döntésének köszönhető, hiszen az ingyenes tankönyv program az 2013-ban indult, akkor csak az első évfolyamosok kaptak ingyen tankönyvet. A kormány fokozatosan kiterjesztette a kedvezményezettek körét, így 2020. szeptemberében már minden diák ingyenesen juthat a tankönyvekhez. A legfontosabb dolog az új tanévre vonatkozóan az, hogy beteg, a koronavírus tüneteit mutató gyermeket ne engedjenek a szülők közösségbe. Felelős szülői magatartással, az alapvető óvintézkedések betartásával elkerülhető az iskolákat érintő korlátozások bevezetése. A Magyar Kézművesség 2020 és a Magyar Sport címmel Budapesten a Dunapalotában nyílt kiállítás. A Magyar Kézművességért Alapítvány pályázatára Kalocsáról és Újtelekről is érkezett alkotás. Hivatásos és amatőr népi kézművesek és iparművészek indulhattak el a kiírásnak megfelelően. A sportot szinte nem is gondoltuk át, úgy igazából kalocsai szemmel nagyon nehéz lett volna a sportot képviselnünk, de voltak, akik például a fafaragók vagy goblejnezők nagyon szépen prezentálták ezt a sportnak a szeretetét, úgymond kiállításban nagyon-nagyon érdekes, ötletes munkák kerültek ki. Kalocsáról és környékéről ketten pályáztak. Sajnos hivatalos megnyitó most nem volt. Augusztus 15-éig látogatható még a kiállítás. Sádi Rafael, a újteleki lány, aki nagyon szorgosan készíti és rajzolja a saját maga munkájait, és én a kalocsai motivumokat, hogy az is ott legyen a nagy kiállításon. Kis riselines futót küldtem be, egy kis terítőt, meg egy tiszta fehérrel hímzett kötőt. Rafaella pedig egy újra gondolt párna húzatot, ami az ő szobáját gondolta, hogy ő ott fog díszelegni. Középen van a maga a hímzés, korakalocsai, és sötétkék alappal van körbevéve, majd a másik cifra kalocsai, ott meg piros a háttér. Ilyen határokon is átnyúló pályázatokon az a cél, hogy a kalocsai kézimunka megjelenjen. Már tudjuk gyakorlatból, hogy a legjobban fölkészülni télen lehet ezekre a pályázatokra. Amikor van kedvünk, időnk, mindig leülünk az asztalhoz, akkor egy kicsit olyan egyedieket készítünk, és készülünk arra, hogy na jön ez a pályázat. Ugye az idén nagyon sok mindent ez a vírus áthúzott, de nagyon szép eredményeket is értünk el, mivel hogy nem csak a Magyar Kézművességért,
hanem a textiles konferencián is képviseltük magunkat. A téli időszakban is lehet hasonló pályázatra készülni. Két hétig a nyári napköziben a Kalocsai Nebuló Egymi diákjai sok színes programon közösen vehettek részt a többségi iskolába járó gyerekekkel. Bepillanthattak a tűzoltók életébe, jártak fazekasnál, múzeumban, kipróbálhatták a porcelánfestést. Két napon házigazdaként az intézményben fogadták a gyerekeket. Én főleg manuális tevékenységekre fektetem a hangsúlyt. A fonaltechnikából készítettünk madárkákat, fonalmadárkákat, akkor embereket, varrás technikáját, tehát ugye előre lyukasztott kartonra próbáltam, hogy gyakorolják a varrást, akkor solizgyurmát készítettünk elő, abból formákat alakítottak ki. Tartottam én is egy mesenapot, ahol a mese alapján megrajzoltam a szereplőket, ők kiszínezték, és ezt felragasztottuk egy nagy kartonra. Az udvaron vetélkedőt versenyt szerveztünk. Ez nagyon tetszett a gyerekeknek, ett is több állomás volt. Szinte az első pillanattól megvalósulhatott az integráció. Elfogadták, segítették egymást a nyári napközisek. Nagyon tetszett minden, tehát akárhol voltunk, mindegyik állomás nagyon tetszett, és főleg az, hogy együttműködtek. Tehát nagyon jól tudtak együttműködni a mi tanulóink, a többségi iskolák tanulóival. Nem volt semmi tartás a másiktól, nem, hanem mindjárt úgy beszélgettek. Ismerkedtek, voltak ismerte is egymást, ugye most a koronavírus miatt a belvárosi iskolába egy tanulónk volt, és ő ismerte már egy-két tanulót másik iskolából, úgyhogy örömmel fogadták egymást. Tulajdonképpen a helyzet adta magát, hogy legyen ilyen integrációs hét a nyári napköziben. Jelezték a szülők, hogy van olyan hét, amikor nem tudják a gyerekeket hova elhelyezni most a nyáron, és ezért az intézményvezető vagy igazgatónőnek eszébe jutott, hogy akkor megpróbálja, ugye, hogy az önkormányzati napközi által, hogy be tudjuk-e integrálni a gyerekeinket, és ez sikerült, aminek nagyon örülünk. A két hét alatt így a diákok sok izgalmas, színes programon vehettek részt. Megemelték a Paks 2 Akadémia keretszámát, így emelt létszámmal folytatódik a következő tanévben a szakemberképzés. Az új blokkok tervezése, építése, üzemeltetése sok jól képzett embert igényel, így most is 6 egyetemmel működik együtt a társaság. A Paks 2 projektben várhatóan mintegy 8-10 ezer ember dolgozik majd. A Pakson létesítendő új VVER 1200-as atomerőművi blokkok tervezése, építése, üzemeltetése is rengeteg jól képzett szakembert igényel. A Paks 2 ZRT éppen ezért több formában is támogatja a jövő atomenergetikai szakembereinek képzését. Többek közt a tanulmányi ösztöndíj program, a szakmai gyakorlat lehetősége és a Paks 2 Akadémia is ennek szellemiségében jött létre. Ez utóbbi program keretében a Paks 2 ZRT anyagi támogatása mellett végezhető el az alapképzésre épülő atomerőművi üzemeltetési szakmérnök elnevezésű szakirányú továbbképzés. A társaság a képzést 6 intézménnyel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Debreceni Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel és a Dunaújvárosi Egyetemmel együttműködésben hozta létre. Mindazon fiatal szakemberek, akik úgy gondolják, hogy nekik hosszú távú szakmai céljaik vannak, és a munkahely is olyan legyen, amelyik stabil, biztonságos, az ő számukra javaslom elsősorban ezt a képzést, mert ezt követően, hogyha eljönnek hozzánk dolgozni, akkor most nem csak az építkezésben, hanem az azt követő 60 évben, erre az időre 60 évre van tervezve az erőmű, és üzemidő hosszabbítás természetesen elképzelhető még itt is. Erre az időre egy stabil, megbízható szakmát és szakmai műhelyt és munkahelyet fognak találni. A Paks 2 Akadémia első év folyamán maximálisan kihasználták a keretszámot, összesen mintegy 100 hallgató képzését támogatta a társaság. A szak népszerűsége miatt úgy döntöttek, bővítik a keretszámot. A következő tanévtől összesen 135 főnek lesz lehetősége térítésmentesen részt venni a programban. További változás, hogy a képzésbe a következő tanévben bekapcsolódhatnak fizikusok, vegyészek is, atomerőművi üzemeltetési szakmérnök mellett szakember végzettség is szerezhető.
A legtöbb hallgatót, 40 főt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fogadja, a Dunai Városi Egyetemen és a Pécsi Tudomány Egyetemen 25 fő a keret, a többi intézményben 15 fő végezheti el a Paks 2 ZRT finanszírozásában a képzést. A tervek szerint a következő tanévben a Paks 2 Akadémia keretében több száz atomerőművi üzemeltetési szakmérnököt, szakembert képeznek majd, akik az itt szerzett tudás birtokában erősíthetik a társaság szakembergárdáját. Az összes vízi járművet kipróbálhatják a gyerekek a gerilla kertészek nyári táborában. Sárkányhajó, kenu, vízi bicikli és szap is van a kínálatban. Egy egész hetet töltenek a vízen a gyerekek. A nyári gyermektábor elsődleges célja, hogy megszerettessék a legkisebbekkel is a vízi sportokat. Csúcsforgalom a Kalocsai Vajason. Vízi bicikli, kenu és még sárkányhajó is egyszerre volt a vízen. Mindegyik hajó csordótig megtöltve gyerekekkel. A héten zajlik a Kalocsai Gerilla Kertészek nyári gyermektábora, bár az eseményt kissé későn hirdették meg, szép számmal akadtak jelentkezők. A vízi biciklijeink megérkezése bizonytalan volt, hogy mikor. A múlt héten kiderült, hogy lehet értük menni, akkor hirdettük meg, 2 nap alatt betelt a létszám. Minden szülőnek mondtuk, hogy ez nem gyermekmegőrző, így gyakorlatilag ez egy kajak, kenu, sárkányhajó tábor, itt megyünk, tehát itt evezünk, vízen vagyunk, ne lepődjön meg senki, hogyha nem egy hűs szobába fogjuk tölteni a napot. Minden gyereknek elmondtuk a tájékoztatón is, hogy minden vízi járművet ki fogunk próbálni. Még bizonytalanok a mozdulatok, imbolyogva, de elindul a hajó. Először ült a fiú kenuban. A tábor elsődleges célja, hogy megszerettesse a legkisebbekkel is a vízi sportokat, és bemutassa a Kalocsán is űzhető formáit. Lehet kenúzni, kajakozni, vízibiciklizni, sárkányhajózni, és még ők nem tudják, de holnap egy szapunk is lesz kipróbálásra. Tehát mondhatom, hogy minden vízi járművet kipróbálunk. Az a nem titkolt célunk, hogy megszeretessük velük, a gyerekekkel, azt a vízi sportot, amelyet itt Kalocsa belterületén lehet űzni. Hogy a legjobb helyszín arra, hogy egy gyerek vízbiztossá váljon, itt a két part között nincsen 6-8-10 méter távolság, mondhatom, hogy biztonságban vannak. A táborban nagyon vegyes a korosztály, az óvodástól egészen a középiskolásig vannak gyerekek. Visszatérő táborozók is akadnak, illetve olyanok is, akik a tábort követően aktív sportolókká váltak. Mint megtudtuk, a fiatalok nem félnek a vízbeborulástól. A víz egy kicsit hideg, de nem, mert rögtön segítenének, akik itt vannak, mint segítők, rögtön segítenének és kijönnék a vízből. Szóval annyira nem félek, és hoztunk direkt váltóruhát, ezért bele volt írva a tábornak a leírásában, hogy hoznunk el váltóruhát, hogyha beleborulnak véletlen, mert ez nem veszélytelentem, és nem tudunk borulni, mint annyian. A vízi tábor péntekig tart. A megyei bajnokság után a Lajos Mizsén megrendezett Varga Iván emlékversenyen is remekül helyt álltak a KSE asztali tenisz szakosztályának ifjú versenyzői. A fiúk rutinosnak számító felnőtt játékosokkal mérték össze tudásukat, úgy, hogy végül érmekkel a nyakukban tértek haza. A KSE asztali tenisz szakosztályának 4 utánpótláskorú játékosa augusztus 8-án, azaz szombaton Lajos Mizsén szerepelt az évente megrendezett Varga Iván asztali tenisz emlékversenyen. Az eseménynek idén is a Polyák Imre sportcsarnok adott otthont, ahol 12 asztalon több mint 80 sportoló részvételével egyéni, páros és vegyes páros versenyszámokban folytak a küzdelmek. A versenyzőket 4 fős csoportokba sorolták, ahonnan az első 2 jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba, a 3. és a 4. helyezett pedig Vigaszágon játszhatott tovább. A Kalocsai Egység legkevesebb versenytapasztalatával rendelkező Rideg Árpád is remekül helyt állt, időnként nagyszerű labdamenetekben bizonyított, de sajnos mérkőzést nem nyert. Győri Martin és Vida Zolta csoport elsőként szettveszteség nélkül jutott a főtáblára, ahol mindkét fiatal szoros mérkőzéseken rutinosabb felnőtt versenyzővel szemben alulmaradt és kiesett. Léfi Mór csoportjában 1 győzelemmel és 2 vereséggel zárt, nem jutott tovább, így Vigaszágon folytatta a versenyt. 3 felnőtt ellenfele legyőzésével döntőbe jutott, ahol magabiztos játékkal 3-0-ra nyert, és megérdemelten lett aranyérmes.
A párosok egyenes kieséses rendszerben kerültek lebonyolításra. A Réfi Rideg páros 3-0-ra kikapott az első mérkőzésen, így kiesett. A Vida Győri kettősünk 3 mérkőzést 3-0-ra nyerve elődöntőbe jutott, ahol a későbbi aranyérmes bajai párostól 3-2-re kikapott, ezzel a dobogó 3. fokán zárta a versenyt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradóval holnap is várjuk Önöket. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!